Hát akkor nézzük meg, hogy marad a másik kettő, ami a hőmérsékletet szabályozni tudja, az a Föld albedójának a változása. Tehát a Föld, az albedó azt jelenti, hogy a napból érkező sugárzás milyen hányada verődik vissza. És a másik pedig az üvegházhatás, és ugye ezt tanulják mindenki, erről beszél mindenki, és azt gondolja, hogy ez az egyetlen szabályozó mechanizmus, valójában nem, hanem ez, ez ugye több tényezőből tevődik össze, de mindenki az üvegházhatás változásáról beszél. És ugye még egy, egy pillanatra ugye visszatérve erre az ábrára, még egy tanulsága van ennek az ábrának, ennek a változékonyságnak, hogy a Föld nincs termosztálva. Tehát a Földnél nincs olyan mechanizmus, ami az éghajlatot kvázi stabil értéken tartsa, hát akkor miért változott volna? Tehát a Földnek van egy elég ö, nagy bizony, vagy hát az éghajlatnak egy instabilitása, azaz, az, hogyha az éghajlatot megpiszkáljuk, és valamilyen irányba elindítjuk, akkor az nem biztos, hogy ott fog maradni, és meg fog állni. Tehát ez nem egy szobatermosztát, hogy be van állítva. Aztán, ha fúj, ha esik, akkor is azon a az értéken tartja. Tehát ez egy tanulság. Tehát nincs termosztálva a föld, bele lehet nyúlni. Nézzük meg, hogy ez az albedó változás tulajdonképpen mit is jelent, és milyennek a természet által gyakorolt módszere, hogyan lehet az éghalatot az albedon keresztül változtatni. Ugye a földnek a a napból érkező sugárzásnak a kb. 30%-a verődik vissza a Földről, tehát ha a Holdról nézzük a Földet, akkor látjuk fehér, ugye a felhőket látjuk, a, jég, jég, jég tehát a jégmezőket a sarkokon, gletsereket, egyebeket. Tehát ez a fehér szín azt jelenti, hogy a sugárzás, a napból érkező sugárzás ugye visszaverődik, nem nyelődik el. Ez kb. 30%-a annak az energiamennyiségnek, ami a napból érkezik. De ennek van egy olyan komponense, ennek a visszavert sugárzásnak, ami a, nem, a, felhők nem a felhőkhöz, se nem a jéghez, hanem a részecskékhez kötődik. A részecskék azok a hát ilyen szilárd részecskék, nagyon apró részecskék, amik a levegőben vannak. Hát a levegő az ugye ezeket elég jelentősen tudja ezeknek a mennyiségét növelni, és a levegő szennyezés az, az, egy komponense annak a hatásnak, amit ugye albadó hatásnak nevezünk. Hogyan lehet a természet, hogyan tudja a természet a részecskék koncentráciát megnövelni? Hát például egy nagyobb vulkán kitörés, az részecskéket juttat a levegőbe. A, a magas légkörben ezek egyenletesen elterülnek, hogy a, a, beborítják a földet, és ennek a hatásnak az eredményeként megnő a. a Felszínt, a visszavett sugárzás hányad, azaz kisebb mértékben el a sugárzás a felszín, kvázi árnyékolja, mint egy ilyen ernyő vonódik a Föld fele. Tehát ez a történelem során, föltörténet során, és az emberi történelem során is számtalan esetben előfordult, hogy egy nagyobb vulkánkitörés az éghajlati változás, nevezetesen lehűlés okozott. Hát a történelem számos eseménye, még az is, amire nem is gondolták, például a francia forradalom, vagy a napóleoni háborúk, vagy akár 1848 Magyarországon, az vulkánkitörésnek valamiféle utórezgése következménye. Hát nyilván nem a vulkánkitörésnek, hanem a éhínség és az egyéb ilyen összefüggő, ugye, főleg a mezőgazdaságot érintő részei. De hát a vulkánkitörésnek a hatásait azt azért most is lehet a, a, modern társadalomban is érezni. Tehát ez egy módszere a Földnek, hogy változtassa az éghajlatot, egy nagyobb vulkánkitöréssel kvázi lehűlés lehet előidézni, és ez a lehűlés ez néhány évig tart, hiszen ezek a részeskék addig tartózkodnak a levegőben. Következő, és hát a legjobban ismert módszere a természetnek, és ami tulajdonképpen a földi életet lehetővé tette, az az üvegházhatás. Ugye erről beszélünk a legtöbbet, általában nem értjük, hogy mit, de ezt halljuk mindig, hogy tehát az üvegház hatás az a légkörnek egy olyan tulajdonsága, ami úgynevezett hővisszatartást eredményez a felszín közelében. Tehát a, nem arról van szó, hogy a felszíni sugárzás egyszer és mindenkor a csapdába esik a Földön, mert akkor egy, hogy a napból folyamatosan jön az energia, és hogyha visszatartódna teljesen, tehát hogyha nem lenne semmiféle energia kiáramlás, akkor a Föld folyamatosan melegedne. Tehát akkor, mint egy fazékba föltesszük főni a levest, akkor folyamatosan melegedne. Itt valójában energiaegyensúly van, és egy átmeneti, és főleg a felszín közelében érvényes, hővisszatartó hatás érvényesül. Na ez a hatás, ez nem emberi találmány, bármennyire is van, aki azt mondja, hogy ez az ember, hogy milyen káros az üvegház hatás, hát az azért annyira nem. Hát a természetben ez olyan 33 fok most már, ez a természetes állapot, ez a 32, tehát mínusz 17 fok lenne a föld átlag hőmérséklete, ha nem lenne üvegházhatás, hát senki nem szeretne, meg nem is tudna ilyen körülmények között létezni. Tehát ennyivel növeli meg a Föld hőmérsékletét, felszíni hőmérsékletét az üvegházhatás. Ugye most a, a leg, tehát az üvegházhatásnak a, a szemléltetésére egyébként nem is feltétlenül a, az üvegház a legjobb példa, hanem én inkább azt mondanám, hogy képzeljünk el egy hálózsákot. Hát jó hidegben vagyunk, valahol a hegyekben és magunkra húzunk egy hálózsákot, ami mondjuk ö, visszatartja a testünk közelébe a hőt. És tulajdonképpen így működik a, az üvegház hatás, tehát azért nem fogunk megfőni a hálózsákba, de pont jól, ha jól választjuk, akkor pont jól érezzük magunkat, egészség. Pont jól érezzük magunkat. Tehát, hogy a, az üvegház hatás az valami ilyesmit csinál a felszín közelébe. Azért nehéz elhinni, mert a hálózsákot azt látjuk, meg megtapintjuk, meg érezzük. A üvegházhatású gázok egyikét se látjuk, azok pedig láthatatlanok, és sokkal, ami láthatatlan, az nincs. Ugye ez egy ilyen alapvető emberi tulajdonság, hát mondjuk azért én mondanék egy-két dolgot, ami nem látható, és van, például a radioaktivitás. Tehát az se látható, de azért itt nem fogdosnánk egy ilyen urán ércet, vagy ha közreadnám, akkor nem olyan szívesen forgatnák, tehát pedig nem látható a sugárzás. Hát a a üvegházhatású gázok se látszanak, de azért az, azért azokat a hatásokat, amik ugye itt az üvegházhatásban fontosak, azok ezt kifejtik. Tehát, hogy akkor az üvegházhatásnak egyébként van olyan része, ami, amit könnyű elmagyarázni és amit könnyű megérteni. Tehát az üvegházhatású komponensek például a felhők. Tehát a vízgőz az egyik legfontosabb üvegházhatású komponens, majd látjuk, és a felhők. Hát a nyári éjszakán, vagy hajnalon, ha felhős volt az ég, akkor nem hűl a levegő, ha derült az ég, akkor lehűl a levegő. Miért? Mert a felszín közelébe a felhők nem tartják vissza a földnek a hősugázását, vagy a sivatagban miért akkor a hőingás, Mert nincsenek felhők, nincsen vízgőz, és a, hő, a hősugázás, ugye akadálytalanul távozhat a világűr fele, és hát azért van 50-60 fokos hőingás egy, mondjuk a Szaharában, vagy a, vagy a mexikói sivatagban. Tehát, hogy ez, ez ami ugye a hő, hősugárzás visszatartás, ami látszik.